the truth. In the end, everything will burn. Hey, hello, hölgyeim, uraim! Ma egy különleges személyről lesz szó. Guldanról, a megtestesült sötétségről. Szóval, mit is tudunk Guldanról? Ki ő? Miféle hatalom van a kezében? Erre fogunk ma fényderíteni. Guldan története a Draenor bolygón kezdődik, ami igazából az orkok ősi hazája. Guldan a Shadow Moon klán tagjai közé tartozott, akik ugye az orklánok között mondhatni a legspirituálisabb részéhez tartoznak. A Shadow Moon klán vezetője nem más, Ner'zhul. Ner'zhul volt Guldan mentora, aki megtanította a fiatal Guldannak, hogyan is kell használni az elemi erőket. Guldan nagyon tehetséges tanítvány volt, és az ő intelligenciájával és ravasságával könnyen megtanulta a sámánizmus útját. Eközben Guldan hatalom éhsége egyre csak nőtt és nőtt. Amikor találkozott a Demon Lord Kia Jadennel, felajánlotta Guldannak, hogy hatalmat kap, miszerint a Warlock mágia, úgymond a Fel energia mesterévé válhat, ha kizárólag a Demon Lordnak engedelmeskedik, és elárulja mentorát. Ezzel szemben ugyanúgy a népét is el kellett, hogy árulja. Habár Guldan szörnyű árat fizet azért a hatalomért, amit kap, Guldannak akkor is az volt a feladata, hogy egyesítse az orkok akaratát a Burning Legion, úgymond a lángoló légió akaratával, de ez sajnos ahhoz vezetett, hogy el kellett átkoznia az orkokat. Mégis elfogadta ki a Jaden feltételeit havozás nélkül. Így hát a horda egyre barbárabbá és gonoszszá vált. Ki a Jaden indítékairól csak annyit, azon kívül, hogy fel akarják égetni az összes világot, Kill Jaden azért akarta az orkokat, mivel a Draenei faj áruló. Mivel Velen és Kill Jaden, Velen ugye a Draeneiok vezetője és profétája, Kill Jaden és Velen nagyon jó barátok voltak. De mivel Velen nem volt hajlandó csatlakozni a lángoló légióhoz, mert a Naru maga úgymond a fény energiájából született lények, figyelmeztették Velent, hogy csatlakozni a lángoló légióhoz nem mondhatni a legjobb ötletnek. És mivel Kyo Jaden Archimond csatlakozott Sargeras légiójához, Velen visszautasította ezt az ajánlatot, de Kyo Jaden elárulva érezte magát, hogy legjobb barátja nemet mondott erre, és Kyo Jaden megígérte, hogy levadászta Velent és a Draenei fajt, még ha 1000 évbe telik is számára. Igaz, hogy Kia Jaden Ner'zhul-la vette fel először is a kapcsolatot, de Ner'zhul észrevette, hogy ez a háború nem az övék, és le akart állítani. De Guldan ebben megelőzte. Elmondta Kia Jadennek, hogy öreg mestere árulásra készül. Ezután Ner'zhul csak nézőként vett részt, mivel Kia Jaden számára úgy tűnt, hogy Guldan, Ner'zhul tanítványa megbízhatóbb. Ajándékképpen Guldan megkapta, amire várt. Megkapta jutalmát, és Kyo Jaden megajándékozta a Fel energiájával, így hát az első ork varlok meg is született. Másodszor szükség volt egy új vezetőre. És ez a vezető nem más, mint Fekete Kéz, azaz Black Hand. Gyakorlatilag Black Hand lett a horda első törzsfőnöke. Bár igazából ő csak egy báb volt Guldan kezében, mert igazából a háttérből nem más, mint a Shadow Council, az árnyak tanácsa vezette igazából a hordát a háttérből. Blackhandre csak azért volt szükség, hogy fenntartsák a látszatot. Bár Blackhand mindvégig azt hitte, hogy Guldan és ő egy azon erőt képviselnek, de természetesen ennek a fele sem volt igaz. De Guldannak úgymond szüksége volt egy olyan vezetőre, aki addig a hordával foglalkozik, még ő más, fontosabb ügyekkel foglalkozik. A következő dolog, amire szükség volt, hogy a sámánokat erősíteni kellett. Mivel ugye az elementális erők észrevették, hogy az orkok lemészárolják a Draeneiokat, és ez nem helyes. És az elementális erők
egyszerűen megszüntették a kapcsolatot a sámánokkal, tehát egy új tervre volt szükség. Így hát Gul'dan kitalálta, hogy mi is lehetne ez az erő, amivel helyettesíthetnék ezt. És ez volt a fel energiája, és ezzel az első ork varlokok sorozatban megszülettek. Ezek az orkok innentől kezdve bírtak a fel energiájával, ráadásul arra is képesek voltak, hogy démonokat idézzenek. Sőt, még arra is képesek voltak, hogy másoknak, sőt, gyermekeiknek adják át ezt a fel energiát, és mágikusan megnöveljék ezeknek életerejüket és növekedési gyorsaságukat. Így szinte majdnem gyerekekből harcosokat neveltek. Na persze, azért nem minden ork állt Gul'dan mellé. Különösen volt egy ork, aki főleg nem kedvelte Gul'dant, ez pedig Durathan, a Dérfarkas klán, azaz a Frostwolf klán törzsfőnöke. Habár hiába beszélt ellene, Durathan saját sámányainak engedélyezte azt, hogy megtanulják a fel energia használatát, mivel ugye az orkok abban az időkben felettébb háborús időket éltek, így hát valahogy meg kellett védeni a törzset. Másrészt viszont Durathan nem ismert szembe menni a horda akaratával, mivel ők csak egy kis törzs volt a hordában, és mihelyt vagy kitaszították volna klánját a hordából, vagy rosszabb, talán ki is végezték volna az egész klánját érte. Azt hiszem a legérdekesebb jelenség az akkor történt meg, amikor Gul'dannak szinte egy lehetetlen ötlet jutott az eszébe. Mi lenne, ha ogrékat is besoroznának a hordába? Na már mondjuk azt, hogy a horda eléggé bolondnak nézte Gul'dant, mivel több száz éven keresztül az ogrékkal nagy háborúban álltak. Hát Gul'dan utasította Blackhandet, hogy menjen és sorozza be ogrékat a hordába. Na persze ez Blackhandnek annyira nem tetszett, de Gul'dan meggyőzte azzal, hogy még nagyobb dicsőség lesz a nevében, hogyha ezt megteszi. Valljuk be, Blackhandnek ennél nem kellett több. Azonnal megfogta harcosait, farkasra ültek, és ebben a pillanatban megindultak az ogrék felé. Csatlakozzanak-e a hordához, mivel ezekben az időszakokban az ogrék eléggé megszorultak. Se élelmük, se vízük, és ráadásul néhány bajtársukat még rabszolgának is tartják, úgyhogy örömmel csatlakoztak a hordához. Viszont volt egy kis probléma, mivel ebben az új hordában sokan sámánok voltak, és megpróbáltak beszélni az elementális erőkkel. De viszont Gul'dan nem kockáztathatta meg, hogy az elementális erők elmondják a sámánoknak, hogy az az út, amin éppen járnak, annál nem is lehetne gonoszabb utat járni. Így hát Gul'dan és a varlokjai kénytelenek voltak elzárni ezeket az elemi erőket, mivel ha a sámánok másoknak is elmondják, hogy az út, amin járnak, gonosz, akkor abban a pillanatban lehet, hogy a horda amilyen gyorsan megalakult, olyan hamar szét is fog esni. Így Gul'dan tervei romokban fognak heverni, és a démon úr sem lesz túlságosan jókedvű, ha ezt megtudja. Így hát Gul'dan következő terveként azonnal elzárta az elementális erőket, összeszedte varlokjait, és egy nagyon erős sötét mágiával elzárta őket, hogy még csak ne is tudjanak kommunikálni velük a sámánok. Az orkok következő támadási célpontja nem volt más, mint a Dranajok egyik temploma, sőt talán a legnagyobb, Karabor. Karabort ma már a World of Warcraft játékosok Black Temple-ként, azaz a Sötét Templomként ismerik, ahol találkozhatunk Illidannal is. De régen a Dranajok szent temploma volt Karabor. Meglepő módon még maga Karabor sem volt annyira jól védett és erős, hogy visszatartsa az orkokat. Gyakorlatilag mindenkit lemészárolta a Karaborban. I remember the temple as it used to be. A place of worship. I prayed within its chambers and meditated among its gardens. I was happy then. At peace. I remember too the day the orcs came. A day marked by cries of war and torrents of blood. When terrified women and children huddled in darkened corners. I led many to safety, but many more paid the ultimate price.
That day, my beloved sanctuary became the Black Temple. There, the Orc Warlocks practiced a twisted magic that corrupted the land. Karabor bukása után Gul'dan minden törzsfőnöknek küldött egy levelet, hogy gyűjjenek össze egy helyen. Gul'dan azt ígérte minden törzsfőnöknek, hogy ezúttal valami nagyobb erőt fog ajándékozni mindenkinek, aki hűséges és követi a hordát. Ez volt az a pont, ahol Gul'dan felajánlotta az ork vezetőknek és persze további embereiknek a démonvért. Manorosz, a Pit Lord, gyakorlatilag neki a vérét itták meg az orkok, és ha eddig vérszomjasak voltak az orkok, akkor innentől kezdve egy egészen mészárlás vette kezdetét. Az erőt azért adták nekik pont ebben a pillanatban, mivel a Dranaiok legnagyobb városát, Shatrakot kellett bevenniük az orkoknak. Így hát Kil Jaeden úgy gondolta, hogy még ad nekik egy utolsó ajándékot. Drink, Hellstream. Claim your destiny. You will all be conquerors. And what, Gul'dan, must we give in return? Everything. Tehát az ork törzsfőnökök elfogadták Gul'dan ajándékát, és megkezdődött Shatrak ostroma. Was there during the assault on Shatrath City, our beloved dwelling of light, under siege by a relentless army of demon-corrupted orcs. I witnessed countless acts of brutality, unspeakable horrors from atop the wall. Of refugees to safety! Go! Now! Yes, Exarch! I did as I was commanded. I gathered the refugees, led them away from battle. And then I saw him. It was my charge to see the refugees to safety. Yet the horrors I had witnessed, the suffering, despite all my vows, vengeance burned in my heart. Take the path through the tunnel. I'll rejoin you when I can. We have no weapons. The path is safe. The light will be with you. Now go! I struck out to find the refugees. My heart fell. The path had not been safe. The light that I promised would be with them had forsaken them. Instead,
just as I had. De természetesen ezek a harcok nem maradtak annyiban, mivel a rengeteg háború és a fel energia megfertőzött mindent. Az étel már szinte lehetetlen volt találni, a vizek fertőzöttek voltak, és mindent elpusztítottak, ami egyszerűen fogható volt. És elkezdődött az az időszak, amikor mindenki csak egymásra mutogatott, hogy vajon kiterelte őket erre az útra. És akkor Gul'dan már érezte a folytogatást a hordának a nyakán. És természetesen a saját nyakán is érezte. Nagy szerencsére valaki kapcsolatba lépett vele egy másik világban, Azerothban. Medivh, az őrző, gyakorlatilag Gul'dant segítette azzal, hogy áthozza őket Azerothra. Nos, persze természetesen Medivh nem önszántából tette ezt. Mikor még Medivh édesanyja, Aegwyn megküzdött Sargerasszal, Sargeras megszállta a testét. Természetesen Sargeras számított rá, hogy meg fog halni, ezért hagyta is, hogy megölje. Így képes megszállni a testét, Aegwyn pedig terhes lett nem sokkal később, így hát megszállhatta a gyereket, pontosan az utolsó őrzőt. Az őrzőt, aki gyakorlatilag Azerothot védi, és neki van a legnagyobb erő a kezében. És pontosan ő segítette hozzá Gul'dant, hogy átjutassa az ő hordáját Azerothba. Gul'dan elkezdte orkjaival építetni a Dark Portált. Nem sokkal később, miután elkészült, Medivh a másik oldalon ugyanúgy varázslattal készült. Gul'dannak fel kellett áldoznia egy ártatlan életet. Ez az élet nem más, mint egy Draenei gyereké volt. Mikor az áldozat végbe ment, azután Gul'dan és Medivh megnyitotta a Dark Portált. Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim! Egyelőre ennyit Gul'dan történetéről, természetesen fogom még folytatni a sztorit. Megpróbálom minél előbb újra kifejteni, hogy mit is tudunk Gul'danról. Ha tetszett a videó, kérlek dobj egy lájkot. Szeretnél még többet? Akkor iratkozz fel, mondd el a véleményed. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.